Jelen pillanatban ez reális, azért mert 5 forduló után volt 3 pont. Jött egy nehéz sorozat, ahol tényleg lehetett volna mindent. Azt gondolom, hogy egész jól kijöttünk az egészből, és összességben ez reális. Hozzá kell tenni, hogy csak a 2-11-es, amit kihoztunk, az 3 pont jelent volna, az 4. hely, ami már csoda kategóriába tartozik. Szóval összességben azt kell, hogy mondom, hogy elegedett kell, hogy legyünk mindannyian. Ugye itt a végén azért nagyon meglendült a csapat, ugye, hogyha tavaszi fordulókat nézzük, ugye, amelyből előrehozta 2 meccset, Pécsen tudott nyerni a Gárda, illetve a hazai pályán a Pápa ellen, ez 6 pont, gyakorlatilag egy lendületbe lévő sorozat szakad meg így ezzel a téli szünettel. Hát azt is kell figyelembe venni, hogy srácok nagyon jól dolgoztak egész végig, és most csak kijött a lépés azt, amit csináltunk, és mutassa, hogy jó úton járunk. Egy kis türelem még kell, egy jó téli alapozás, és akkor egy eredményes és szép tavasz lehet várni. Ugye itt az eredményesség szempontjából nem annyira jó, hogy most jön a téli szünet, de a sérültek szempontjából viszont azért egy kicsit jobb, hogy most van egy kis szusszanásnyi idő, itt lehet kezelni a sérüléseket, betegségeket, tehát azért egy jó téli alapozással, akkor akár tavasszal egy teljes keret lehet ismét. Hát ez azért foci érdekes, azért mert jönnek a váratlan pillanatok, amit nem lehet kiszámolni, és akkor kell megoldás lenni, ha emlékszi. Siófoki 2 ligakupa mérkőzés, akkor mondtam, hogy ez befektetés, és hogy kell átjátszatni minden játékosot. Ezt is bizonyított, hogy azt, amit mondtam, azt gondoltam is. Szerencsére és hála jó Istennek ez a fiatal emberek, akik várták a lehetőség, nagyon kihasználtak utolsó 2 meccset, és mutatták, hogy lehet számítani mindenkire, és azt, amikor mondtam, hogy minden játékos fontos, az is bebizonyított, hogy teljesen úgy van. Téli szünetben, illetve a nyári szünetben szokott általában változás lenni a csapat keretében. Lesz-e változás az MVM Paksnál a télen? Ugye Könyves már érkezik, azt tudjuk. Kik azok, akik érkezhetnek, vagy mondjuk hányan, milyen posztra érkezhetnek a fehérvári úti csapathoz, és lesznek-e távozók? Hát téli szünet arra jó, hogy van hosszú alapozás, és arra kell koncentrálni. Változás lesz a keretbe, azért mert az is tény és való, hogy frissíteni kell, előre kell lépni, és ezt a következő 6 hónapot ki kell használni, hogy egy új csapat megcsinálunk, aki ugyanúgy tud sikeres lenni, mint ami, aki csinálta, hogy második lett a Paks, ami csoda kategória. Szóval most abban a helyzetben vagyunk, hogy az most kell lépni, és lépni fogunk is. Egyelőre csak az biztos, hogy Könyves jön, de szeretnék még egy-két játékos, minőségi játékos, aki tud kezdőbe kerülni, idehozni, ha úgy alakul, hogy ez lehetséges kategóriába tartozik, akkor igen. Persze, hogy lesz egy pár ember, akinek távozni kell, úgyis nem kell, de neki már lett mondva, hogy jelen pillanatban következő hónapokban nem fognak indulni azon a pozíción, ami volt. Tehát gyakorlatilag ezek a beszélgetések a keret jelenlegi tagjaival már megkezdődtek a tárgyalások, hogy így mondjam? Hát igen, persze nem szabad veszíteni az időt, azért mert ha komolyak akarunk lenni, pedig akarunk, akkor időbe kell lépni. Mink már egy picit léptünk, volt beszélgetés, és most meg kell találni közös megjegyzés, hogy mindenkinek jó legyen, hogy tudunk előre lépni mink, mint csapat, és ők mind játékosok. Mikor kezdődik majd a tavaszi felkészülés? Január elején gondolom, és milyen munkára számíthatnak majd a játékosok, azok, akik maradnak? 10. januárra indulunk, az csütörtök. Csütörtök, péntek, szombat, mérések, bevezetések, stb. És azután lehet számítani neki, hogy egy kemény alapozás lesz. Most is kapták a programot, mit kell csinálni, hogy tudnak kibírni az alapozás, azért mert nem lesz olyan könnyű. Tervezel-e edzőtáborozást, edzőmérkőzéseket, hogyan fog kinézni előreláthatólag a felkészülés? Hát igen, persze, hogy tervezünk. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy Horvátországba fogunk menni 7 napot, egy hét, és utána vissza egy hét, és utána 10 nap Törökországba.
ahol a terv, hogy játszunk erős ellenfélekkel, azért mert csak úgy tudunk haladni előre. Szóval nagyon fontos téli alapozás, azért mert hosszabb, és itt kell alapokat úgy megcsinálni, hogy csapat ki fog bírni végig. Kalandozzunk egy kicsit előre, próbáljunk meg jósolni. Jövő tavasszal, nyár elején hova érhet majd az MVM Paks csapata? A 9. helyezés környékére egy kicsit előbb, vagy ez a 9. helynél azért rosszabbak ne legyünk? Hát ez az utolsó, amit mondta, ebből ne legyünk rosszabb, de mindenféleképp igyekezünk picit előre is menni, azért mert most is azt mondom, hogy ez a csapat képes arra, csak oda kell figyelni, oda kell tenni, de még egyszer mondom, rosszabb ne legyünk.